Ez itt a Tiki Taka TV Fordulóról Fordulóra című magazinműsora, amelyből értesülhetek a topligák legutóbbi játéknapjainak legérdekesebb történéseiről. Vásárold meg kedvenc csapatod mezét olcsón a videó leírásában található linken keresztül a gorgeousus.co oldaláról. További 8 dollár, azaz mintegy 2000 forint kedvezményért pedig használd a TKTV kuponkódot. A Paris Saint-Germain együttese 5-0-ra kiütötte a tabella utolsó helyén szerénykedő Metz együttesét a francia bajnokság 29. fordulójában. Unai Emery egy alaposan felforgatott kezdőcsapatot küldött pályára, hiszen amellett, hogy Neymar és Marquinhos sérülés, míg Edinson Cavani eltiltás miatt nem volt bevethető, de Dani Alves, Thiago Motta és Rabiot is a kispadra került. A lehetőséget kapó játékosok azonban éltek az eséllyel, és az első fél időben Mbappén kívül Mounié és Kunku is betalált, utóbbi ráadásul duplázni tudott. A 20 éves középpályás az idei bajnokságban eddig mindössze 2 alkalommal volt a párizsiak kezdőcsapatának a tagja, de ezeken már 3. gólját szerezte. A második fél időben már csak 1 gól esett, ekkor a 82. percben Thiago Silva volt fejjel eredményes. A Paris Saint-Germain minden sorozatot figyelembe véve már 144 rugott gólnál tart a szezonban, ami új klubrekordnak számít. A 77 pontos PSG 14 ponttal előzi meg a Strasbourg otthonában 3-1-es győzelmet arató Monaco együttesét, míg a Toulouse-t 2-1-re legyőző 59 pontos Marseille tartja 3. helyét a bajnokságban. A góllövőlista első 3 helyezettje közül ezúttal sem lépett pályára senki, így ott sem történt változás. Továbbra is a 24 gólos Cavani vezet, második a 19 találatos Neymar, míg harmadik a 17 gólos Radamel Falcao. Könnyűnek ígérkező meccs várt a Bayern München csapatára a Bundesliga 26. fordulójában, miután azt a Hamburgot fogadta, amely a legutóbbi 12 bajnoki meccséből egyet sem nyert meg, és utoljára még tavaly november végén ünnepelhetett győzelmet. Ráadásul a vendégek számára az sem volt jó előjel, hogy az elmúlt években ritkán úszták meg 5 kapott gól alatt a müncheni kirándulásukat. Pedig ez végül most sem lett másképp, és a bajorok újfent gólparádét rendeztek a másodosztály felé rendületlenül menetelő vendégek ellen. Jupp Heynckes együttes a 8. percben Ribéry góljával került előnybe, majd Robert Lewandowski pillanatai következtek. Előbb a 12. percben annak a Kimmichnek a beadásából talált be, aki idénybeli 13. gólpasszát jegyezte, amelynél többet egyetlen más védő sem osztott ki a topligákban. Majd 7 minutummal később David Alaba középreadását váltotta gólra. Az első félidőhöz hasonlóan a második játékrészben is 3 gólt szereztek a bajorok, és Robben találatát követően mind Ribéry, mind pedig Lewandowski ismét eredményes tudott lenni, kialakítva így a 6-0-ás végeredményt. A legutóbbi 8 Bayern München-Hamburg meccsen egyébként a hazaiak 50-szer vették be a vendégek kapuját, és mindössze 3 gólt kaptak. A Dortmund 3-2-es sikerével zárult a forduló rangadója, amelyen a sárga-feketék otthonában a hazaiakkal azonos pontszámmal rendelkező Frankfurt vendégeskedett. A fordulatokban gazdag mérkőzésen a karrierje 5. Bundesliga öngólját vétő Marco Rus találatával a dortmundiak szerezték meg a vezetést, amit Jovic révén a 75. percben azonban ki tudtak egyenlíteni a vendégek. Örömük azonban nem tartott sokáig, és 2 perccel később a csereként beálló Batshuayi góljával újra a hazaiaknál volt az előny, s egészen a 91. percig úgy tűnt, nem is változik már az eredmény. Ám ekkor az ugyancsak csereként pályára lépő Danny Blum volt eredményes, 2-2-re alakítva így a mérkőzés állását. Az igazi csattanó azonban még mindig hátra volt, miután a 94. percben Batshuayi ismét be tudott találni, megszerezve ezzel csapata számára a nagyon fontos 3 pontot. Külön érdekesség, hogy utoljára még 2013-ban Robert Lewandowski szerzett ennél későbbi gólt a dortmundiak mezében. A Bundesliga továbbra is a 66 pontos Bayern München vezeti, 20 ponttal megelőzve a Mainz otthonában 1-0-as győzelmet arató Schalke együttesét, míg a 3. helyet a 45 ponttal rendelkező Dortmund foglalja el. A góllövőlistát hatalmas fölénnyel a 23 gólos Lewandowski vezeti, megelőzve a 13 találatos Aubameyangot és a 12 gólos Nils Petersent. Az olasz bajnokság 28. fordulójában rendezett Fiorentina-Benevento mérkőzés leginkább,
A múlt vasárnap elhunyt David Astorira való emlékezés egyében telt, amelyen a hazai szurkolók egy megható élőképpel búcsúztatták egykori kapitányukat. A mérkőzés egyetlen gólját Vitor Hugo révén a 25. percben a firenzeiek szerezték. A brazil védő pedig egy Astorit ábrázoló polót felmutatva tisztelgett a 31 évesen elhunyt játékos emléke előtt. A hosszú sérüléséből nemrégiben felépülő és azóta nagyszerű formában lévő Paulo Dybala két góljával a Juventus magabiztosan győzte le az Udinese gárdáját. Az argentin támadó a 20. percben egy szabadrugás követően szerezte meg a vezetést, amely a Juventushoz szerződése óta már 8. ilyen gólja volt a bajnokságban. Márpedig ezen időszak alatt ennyi szabadrugás gólt egyetlen más játékos sem szerzett a szériában. A Juventusnak még az is belefért, hogy Higuain az első félidő végén büntetőt hibázott. Az argentin csatár 2013-as Olaszországba érkezése óta 17 büntetőjéből 5-öt is elhibázott, és ennél rosszabb mutatóval csak a 6-ot kiadó Domenico Berardi rendelkezik. A második félidő elején aztán némiképp jóvá tette hibáját, miután nagyszerűen tálalt Dybala elé, aki közelről nem hibázott, kialakítva a 2-0-ás végeredményt. A játéknap rangadóját Milánóban rendezték, ahol a Bajnokok Ligája helyezésekért küzdő Inter a bajnoki címre hajtó Napolit fogadta. A találkozót megelőzően a hazai drukkerek egy látványos élőképpel köszöntötték a 110. születésnapját ünneplő csapatukat. A mérkőzés azonban már közel sem volt ennyire látványos, sőt, rangadó mi voltjához képest igen gyenge színvonalúra sikeredett. Hiába a nápolyiak nagy labdabirtoklási fölénye, ám veszélyes helyzetet csak ritkán tudtak kialakítani. A győzelemhez valamelyest az Inter állt közelebb, hiszen a milánóiak Skriniar révén kapufáig is eljutottak, azonban a 0-0-ás végeredmény mindent egybevetve igazságosnak mondható. A Napoli egyébként zsinórban 5. idegenbeli meccsén nem kapott gólt a bajnokságban, amivel beállították a korábbi klubrekordjukat. Igaz, ez most alig a boldogítja őket. Ugyanis a Juventus így egy ponttal megelőzte őket a tabella élén, ráadásul a torinóiak egy meccsel kevesebbet is játszottak. A harmadik helyen a Torinót 3-0-ra legyőző 56 pontos AS Roma csapata áll. A góllövő listát a Lazio csatára a 24 gólos Ciro Immobile vezeti, aki egy csodálatos, sarkazós góllal mentett pontot együttesének a Cagliari elleni meccs 95. percében. Őt a második helyen a 18 gólos Mauro Icardi követi, míg a dobogó legalsó fokán 3-as foltverseny alakult ki. Dybala, Mertens és Quagliarella is 17 gólt szerzett ez idáig. A Manchester United együttese 2-1-re legyőzte a Liverpoolt a Premier League 30. fordulójának rangadóján. José Mourinho, a vörösördögök menedzsere karácsony óta most először jelölte Marcus Rashfordot a kezdőcsapatba, ami remek döntésnek bizonyult. A 20 éves támadó ugyanis a 14. és a 24. percben is betalált, így hiába a liverpooliak mezőnyfölénye, a félidőben két gólos hazai előnnyel vonulhattak pihenőre a csapatok. Ez sok jóval nem kecsegtette a vendégeket, ugyanis a United 1984 óta egyetlen olyan hazai bajnoki meccsét sem veszített el a bajnokságban, amely során a félidőben náluk volt az előny. A játékképe aztán a második félidőben sem változott, és továbbra is a Liverpool volt a kezdeményezőbb. Azonban Eric Bailly öngóljával csak a szépítésre futott a erejükből, így a helyzeteivel jobban sáfárkodó Manchester United megérdemelt győzelmet aratott. A Liverpool egyébként a Premier League megalakulása óta már 58. öngóljának örülhetett, és ebben a mutatóban csak a 67 öngólt elérő Manchester United előzi meg őket. A Chelsea-Crystal Palace találkozón két rosszabb formában lévő csapat feszült egymásnak, hiszen míg a hazaiak az elmúlt 5 bajnokiukból csak egyet tudtak megnyerni, addig a vendégek az elmúlt 6 találkozójukból egyet sem. A bajnoki címvédő londoniak már az első félidőben hatalmas erőket mozgósítottak annak érdekében, hogy javítsanak valamelyest az imént említett mutatójukon, és az idén 13. gólját szerző Willian révén a 25. percben meg is szerezték a vezetést. Majd alig 7 perccel később Martin Kelly öngóljának köszönhetően gyorsan megduplázták azt. Antonio Conte együttese a későbbiekben is hasonló nagy elánnal játszott, és bár gólt Van Aanholt révén már csak a Palace szerzett, de a kékek győzelméhez így sem férhetett kétség.
Fölényüket pedig jól jelzi, hogy összesen 27 kapuralövésig jutottak a találkozón. Az elmúlt három meccsét egyaránt megnyerő Tottenham az utóbbi három meccsén nyeretlen Bournemouth otthonába látogatott. Így nagy meglepetésnek számított, hogy Stanislas góljával a 7. percben a hazai együttes szerezte meg a vezetést. Ám a vendégeket sem ez, sem pedig első számú gólvágójuk Harry Kane korai, sérülés miatti kiválása sem zavarta meg, és Dele Alli találatával még az első félidőben egyenlíteni tudtak. A második félidőben aztán a kiváló formában lévő Son Heung-min kétszer is villant, és mellette Serge Aurier is betalált, így végül a londoniak egy sima 4-1-es sikert ünnepelhettek. A dél-koreai támadó egyébként legutóbbi 4 tétmeccsén 6 gólt is szerzett, éppen annyit, mint az azt megelőző 19 meccsén összesen. Csapata pedig zsinórban 12. bajnoki meccsén nem talált legyőzőre, és ennél hosszabb veretlenségi szériája utoljára még 2015-ben volt az együttesnek. Az éllovas 78 pontos Manchester City 13 ponttal előzi meg a városi rivális United-et. Igaz, ez ma este változhat, miután Pep Guardiola csapata az utolsó előtti helyén álló Stoke City otthonában lép majd pályára. Míg a tabella harmadik helyére a Liverpool vereségét kihasználva 61 pontjával a Tottenham Hotspur lépett fel. A góllövő lista élén nem történt változás, és a szólt versenyben továbbra is a 24-24 gólos Harry Kane, Mohamed Salah duó vezeti. Őket követi a 21 találatos Aguero, és a 15 gólnál tartó Sterling. A Real Madrid bizakodva várhatta az Eibar elleni vendégszereplését a La Liga 28. fordulójában, miután az elmúlt három meccsükön 10 gólt szereztek a kis csapat otthonában, és mellette csak egyet kaptak. Ezúttal azonban alaposan megszenvedtek a királyiak, és bár Cristiano Ronaldo révén az első fél óra végén előnyhöz jutottak, ám ezt a második félidő elején Ivan Ramis egalizálni tudta. Ezek után a Real nagy erőket mozgósított a győzelmet jelentő gól megszerzéséhez, de Ronaldo, Modric és Bale is elpuskázta maga helyzetét. De a hazaiaknak is volt több lehetőségük arra, hogy fordítani tudjanak, ám a madridiakhoz hasonlóan azokat ők is mind kihagyták. Hogy a blankók végül mégis győzelmet ünnepelhettek, az ismét Ronaldónak volt köszönhető, aki a 84. percben Carvalho beadását fejelte közelről a kapuba. A portugál klassz is elképesztő formában játszik az elmúlt időszakban, hiszen legutóbbi 7 meccsén egyaránt betalált, és az elmúlt 10 pályára lépés alkalmával már 17. gólját szerezte. A Barcelona Lionel Messit nélkülözve is sima 2-0-as győzelmet aratott a bajnokság utolsó helyén álló Malaga otthonában. Az argentin szupersztár amiatt nem lett nevezve a mérkőzésre utazó keretbe, mivel felesége a meccset megelőző éjszaka adott életet a pár harmadik gyermekének. A katalánok gyorsan lerendezték a 3 pont sorsát, és a 28. percre már 2 gólos előnyre tettek szert. Előbb az a Luis Suárez talált be, aki ezzel a góljával elmondhatja magáról, hogy a Barcához szerződése óta valamennyi La Liga ellenfele kapujába be tudott találni. A gólpassz pedig annak a Jordi Albának a nevéhez fűződik, aki minden sorozatot figyelembe véve 9. asszisztjánál tart a szezonban, amelynél többet egyetlen más La Ligában szereplő védő sem tud felmutatni. A második, mindent eldöntő gól pedig Coutinho szerezte, aki Dembélé beadását váltotta gólra. Bár a katalánok a 30. perctől kiállítás miatt emberelőnyben játszhattak, ám a hazaiak szerencséjére 2 gólos előnyük birtokában nem igazán erőltették meg magukat, így több gól már nem esett a mérkőzésen. Így a 72 pontos Barcelona megtartotta 8 pontos előnyét a Celta Vigót 3-0-ra legyőző Atletico Madriddal szemben. A harmadik helyet pedig továbbra is az 57 ponttal rendelkező Real Madrid foglalja el. A góllövő listát a 24 gólos Lionel Messi vezeti, megelőzve csapattársát a 21 találatnál tartó Luis Suárez-t. A fordulóban duplázó, így már 18 gólt jegyző Cristiano Ronaldo pedig egyre inkább megközelíti a Barcelona duóját. További foci hírekért és érdekességekért kövesd a Tikitaka TV Facebook, illetve Instagram oldalát. Ha pedig nem szeretnél lemaradni a legújabb videókról, akkor iratkozz fel a csatornára.